Önálló tárlattal is bemutatkozott a Megyeszei Házban Horváth Lászlóné Lipling Katalin. A kiskanizsai amatőrfestő olaj, akril és paszter képeket is megmutat alkotásaiból. Művészet szeretete már általános iskolából jött, nagyon jó rajztanárom volt, és mindig tetszett, meg kiállításra csináltam akkor is képeket. És akkor az élet úgy hozta, hogy fodrász lettem, és akkor ott tovább művészkedhettem. És amikor az unokáim 3-4 évesek lettek, akkor kezdtem el újból rajzolgatni, festegetni. És akkor 2006-ban nyílott a Kendli Majorba a Művészeti Akadémia, és akkor attól kezdve oda jártam, mert szerettem volna, ha úgy festek, hogy tényleg jó legyen. Egyszerűen élvezem, amit csinálok, foglalta össze röviden a festészethez való viszonyát a kiállító. A tájak inspiráltak, a virágok, mindenben meglátom a szépet, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg kell csinálni, meg kell mutatni. Ezt először csak magamnak festegettem, és akkor eljött az idő, hogy kiállításaim is lettek. És most végre rátaláltam egy olyan festőművészre, akivel havonta mindig dolgozhatunk, és így sokkal termékenyebb lettem. A kiállítás megnyitón Dénes Sándor méltatta az alkotót, majd Gécsek András festőművész szólt Katalin munkásságáról, akivel együtt dolgoznak a havonta Kanizsán működő pasztelcsoportban. Nagyon jó alapanyagot kaptam. Igazából 2022. augusztusában találkoztunk először egy pasztel workshop keretében, amit én tartottam itt Nagykanizsán, és gyakorlatilag azóta alkotunk közösen szinte havonta minden hónapban. Úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan tudtam követni Katalin vagy Kati művészetét, és mindig is meglepett az a bátorság, az a tanulni vágyás, az a kíváncsiság, ami őt folyamatosan előbbre viszi, de gyakorlatilag a saját útját járja. Igazából talán a fények, az impressionista stílusból indulva ő saját maga alkotott egy saját utat, egy saját egyedi stílust, a saját maga művészetét, érzéseit viszi rá képeire, úgyhogy mindig új dolgokkal áll elő, de folyamatosan fejlődik, úgyhogy tényleg gratulálni tudok. Olyan képek vannak, ami már 2006-tól készültek. Nagyon neves művészektől tanultam, Walter Gábor, Korbely András, Mák Tamás, Pósa Ede, sorolhatnám, mind neves művészek. És hát ezekből a képekből láthatók azok a képek, például azt az őszi tájat is, 2014-ben csináltam. Aztán vannak még házas képek, azokat is régen csináltam. És a pasztelképeket csináltam most, és ez egy igazi pasztelszerelem. Tényleg, hogy nagyon élvezem, meg egy-két modern kép van, azokat is most csináltam nem régen, és élvezem, amit csinálok. Annak ellenére, hogy jön közös alkotásakor kérdez, de mégis volt van benne az a határozottság, az a kicsi kis akkor is megmutatom, és úgy, ahogy ő szeretné, úgyhogy, de ez kell ahhoz, hogy kell a bátorság, kellenek a kérdések a művészben ahhoz, hogy előbbre tudja jutni, és tényleg a saját érzéseit, lelkét tudja felvinni a vászorra, vagy akár a papírra. A pasztelképek az, ami a mostani szerelem tényleg. Meg ezt tudom csinálni benne a lakásban, az olajfestéknek azért szaga van, nem nagyon lehet a lakásban csinálni. És ezt nagyon élvezem, nagyon szeretem, mert a kezemmel tudok dolgozni. Nem ecset kell hozzá, hanem csak a kezemmel vezetem. És ezt nagyon szeretem csinálni. Érdekes, hogy mindig úgy gondoltam, hogy majd portrét szeretnék csinálni. Csináltam is egy portrét, de
De engem igazán a táj inspirál, és azért azt csinálom, azt szeretem legjobban csinálni. A Megyaszai Ház előterét számos rokon, barát és tisztelő megtöltötte az ünnep alkalmából. A kiállító munkái még a héten díszítik a kulturális intézményt.